Tegnap ünnepeltek a megnyitón, ma pedig már vidáman rúgták a bört a fiatalok az atlétikai centrum gyepén, a gyermekotthonok labdarúgó Európa Kupa döntőjén. Több mint 120 gyermekotthonban élő gyerek küzd a héten, hogy megszerezze a bajnoki címet. Horvátországból, Romániából, Szerbiából, Szlovákiából és Ukrajnából is érkeztek ifjú labdarúgók, hogy összemérjék a tudásukat. Az esemény mottója a foci mindenkié. A többfordulós bajnokságban először regionális szinten kellett megmérkőzni a fiatalok, a legjobbak pedig elnyerték a lehetőséget, hogy a kecskeméti döntőn is játszanak. Meghívásos alapon az ország legjobb csapatait tudjuk meghívni, ők örömmel vállalják a megmérhetetést és el is jönnek Kecskemétre. Radics Kálmán szervező, az Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány elnöke elmondta. Bár a küzdelmek nem vérre mennek, és a gyerekek közül sokan az élvezetért is sportolnak, azért a meccseket gólra játsszák. 10 csapat mérkőzik körforgásos tekintetben, tehát mindenki játszik mindenkivel. A végén lesz rájátszás, az első kettő helyezett játsza az úgynevezett nagy döntőt, a harmadik, negyedik a kis döntőt, tehát a bronzért való mérkőzést. A 22. gyermekotthonok labdarúgó Európa Kupa döntőjét csütörtökön szervezik meg, a mérkőzések pedig egész héten zajlanak.